2023. június 18. Az Ocean's Gate által működtetett Titan elnevezésű búvárhajó eltűnt a nemzetközi vizeken, Newfoundland partjainál az Észak-Atlanti-óceán területén. A búvárhajó egy turisztikai expedíciót hajtott végre, hogy az utasok megtekintsék a Titanic roncsát. Az öt fő személyzeten Stockton Rush, az Ocean's Gate alapítója és egyben a vezérigazgatója is jelen volt. A becslések szerint az oxigénellátás 3 napra volt elegendő a fedélzeten, a merüléstől számítva. Az Egyesült Államok és a kanadai parti őrség is nagyszabású menti akciót indított, de sajnos nem jártak sikerrel. Végezetül 2023. június 22-én a korai órában felbukkantak a búvárhajó roncsaira utaló bizonyítékok, ami arra engedte következtetni, hogy a tengeralattjáró az óceán mélyén felrobbant. Ebben a videóban lépésről lépésre átveszünk minden lényeges információt, és megpróbáljuk kideríteni, hogy pontosan mi is történt, és hogy pontosan mi is vezetette ez a szörnyű tragédiához. Itt, a Sötét Múlt csatornán. Első körben nézzük át, hogy mit is tudunk pontosan a Titanról és az Ocean's Gate nevű cég működéséről. Az Ocean's Gate egy magántulajdonban lévő amerikai cég, melynek székhelye Washingtonban található. A vállalat búvárhajókat biztosít a turisztikai ipar és a kutatás-fejlesztési műveletek számára. Stockton Rush, a vállalat egyik alapítója és egyben vezérigazgatója, eredetileg űrhajós akart lenni, ezért első lépésként megszerezte a pilóta engedélyét a repülőgépekre. Azonban a rossz látása miatt sohasem lehetett a hadseregben pilóta. Az elutasítás után San Franciscóból Seattlebe költözött és a McDonnell Douglasnél helyezkedett el, mint repülési tesztmérnök. Miután részt vett a Space One fellövésén 2004-ben, úgy döntött, hogy nem szeretne űrturistaként feljutni az űrbe, hanem inkább olyan szeretne lenni, mint a Star Trek című sorozatban a főhős körkapitány. Más szavakkal, inkább felfedező akart lenni, és így a törekvéseit a mélytengeri felfedezésekre összpontosította. További érdekesség, és ez egy kis zárójeles információ, hogy Stockton felesége, Wendy Rush, Isidor és Ida Strauss leszármazottja, akik életüket szintén a Titanic elsüllyedésekor vesztették el 1912-ben. Mivel belemennék a részletekbe, ami ez a szörnyű tragédiához vezetett, nézzük át, hogy a mélytengeri felfedezés miért van tele kihívásokkal, még a mai, modernkori technológiával is. Ezt a kis kitérőt azért tartom fontosnak, hogy egy mindenre kiterjedő, átfogó és érthető képet kapjunk a történtekről. Az ember az eget már gyakorlatilag meghódította, a repülés mindenki számára elérhető, viszonylag megfizethető áron. Az űrkutatásban is egyre előrébb vagyunk, és messzebb jutunk el a világűrben, az űrséta is már lassan a gazdag emberek hobbiai közé fog felkerülni. A tengerek felfedezése azonban egy teljesen más kategória, és sokkal nagyobb kihívás jelent, mint mérnöki szinten is. Ez pedig nem másra vezethető vissza, mint a tengerek alatt uralkodó gigantikus nyomásra. A tengerszint és a tengerszint felett légnyomásról beszélünk, ami jelentős szerepet játszik az emberi test működésében. Amikor a tengerszinten vagyunk, a légnyomás kb. 14,7 font per négyzetszol. Ez a légnyomás optimális a szervezetünk számára és hozzájárul a normális életfunkciók fenntartásához. Azonban a légnyomás változása magasabb vagy alacsonyabb szinten fekvő területeken kihívást jelenthet a szervezet számára és megfelelő alkalmazkodást igényel. A víz sokkal sűrűbb folyadék, mint a levegő, így minden 10 méteres merüléssel a nyomás fokozatosan nő. A Titanic a tengerfenéken található, kb. 12.600 lábnyira, tehát olyan 3.840 méterrel a tengerszint alatt. A hajó két törött része, az orr és a far több mint 2.600 láb távolságra van egymástól, olyan 800 méteres távolságban. A területen pedig szerteszét minden irányban megszámlálhatatlan törmei található, amik több mint 100 éve pihennek a tengerfenekén. A roncsok egyébként kb. 650 km távolságra vannak Newfoundland partjaitól, Kanadától. Most még egy kicsit játszunk a számokkal. Képzeljük el, hogy fekszünk a hátunkon, és egy 30x30 cm-es deszkát helyezünk a mellkasunkra. Jelenleg ez nem túl nagy megterhelés lenne a számunkra, igaz? Azt is mondhatnánk, hogy meg se érezzük. Most a következőben levezetjük, hogy mekkora súly is nehezedne ránk, tehát hány kiló lenne ennek a deszkának a súlya abban a mélységben, ahol a roncs található. 100 méteren már akkora a nyomás, hogy a deszka súlya kb. 9000 kg lenne. 381 méteren, tehát az Empire State Building magasságánál a súly már kb. 34.000 kg lenne. 490 méteren, azaz egy C-osztályú, amerikai haditengerészeti tengeralattjáró maximális merülési mélységénél a nyomás már akkora, hogy a deszka súlya
körülbelül 44 ezer kilogramm lenne. Na most a Titanic roncsa 3840 méter mélyen húzódik, és itt olyan mértékű a nyomás, hogy a deszka súlya 352 ezer kilogramm, vagyis 352 tonna lenne. Közelítsük meg más nézőpont szerint. Egy M1 Abrams harckocsi súlya kb. 70 tonna körül van. Most pedig képzeljük el, hogy mi lenne a testünkkel, ha 5 darab ilyen harckocsit ránk tennének. Az Ocean's Gate Titan búvárhajójának a merülési képessége kb. 4000 méter volt, ami lehet, hogy így elsőre őrültségnek hangzik, de az az igazság, hogy nem ez a hajó tudott lemenni a legmélyebbre. Az emberiség történetében a merülési rekordot maga James Cameron állította fel. A merülése során James mintegy 10.908 méter mélyre süllyedt le a tengerbe, ami csak néhány méterrel marad a Mariana árok a Challenger mélységétől. Itt akkora a nyomás, hogy a deszkának a súlya kb. 1 millió kilogramm, vagyis kb. 1000 tonna lenne. Ezek a számok most talán leegyszerűsítik mindenki előtt, hogy az égbolt és az űr meghódítása miért is volt egy fokkal könnyebb, mint a tengereké. Most még beszéljünk a különböző veszélyforrásokról, mégis a Titan elég sokkal rendelkezett. És hogy miért mondom ezt? Először is. A Titan fedélzeti ajtaját 18 csavarral kellett a külső oldalon rögzíteni, ez azt jelenti, hogy az utasok belül az ajtót nem voltak képesek kinyitni, hanem ezt csak a külső, kinti személyzet tudta megoldani. Ez valamilyen szinten logikus is, ugyanis ezeknek a mélytengi járműveknek rendkívül masszívnak és erősnek kell lenniük, és a vízszigetelést is csak maximálisan így tudták megoldani. A vízszigetelés egy olyan folyamat vagy eljárás, amelynek a célja, hogy teljes körül megadályozza a vízbejutását a mélytengeri járműveknél. A történtek fényében nyugodtan kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag a Titan olyan volt, mint egy zárt koporsó, amiből szabadulni nem lehetett. Nem is értem egyébként, hogy miért nem szereltek bele valamiféle tartalékrendszert, vagy valami backup plan mondjuk nem volt itt, ami mondjuk az ajtót kirobbanthatta volna belülről. Mert tételezzük fel, hogy a tengeralattjárónak valamilyen módon sikerült volna a tenger felszínére jutnia, akkor ki tudták volna robbantani az ajtót belülről, még mielőtt elfogyott volna a levegőjük, és akkor talán az utasok is életben lennének. További érthetetlen dolog, hogy a Titan nem rendelkezett semmilyen komolyabb GPS vagy más navigációs rendszerrel, nem volt helymeghatározó jelzője sem, mint mondjuk egy repülőgépeket a dobozának. A legtöbb tengerjáró a felszíni és a felszín közé navigációhoz ugyanis GPS használ, bár ezek olyan eszközök, amik már a mélyebb vizekben haszontalanok. Na de akkor hogyan tájékozódnak? Jön a kérdés. Nagyobb mélységekben a haladási irányokat a hajó gíroszkópjának a segítségével és a helyi tengeri áramlatok alapján lövik be. Ezzel szemben a Titan látszólag csak a nagyon fölötes adatokra tudott támaszkodni, illetve az irányítást is egy PlayStation alakú joystickkal valósították meg. A következő nagy veszélyforrás viszont most jön. 2019-ben az Ocean's Gate egy blogbejegyzésben magyarázta, hogy a Titan miért nem kapta meg egyik hajótársaság tanúsítványát sem, ami egy hatalmas red flagnek minősül. Az Ocean's Gate azt állította, hogy a tengeri és a légi balesetek túlnyomó többsége valójában üzemeltetői hiba, nem pedig mechanikai. Hosszan fejtegették, hogy a tanúsítvány kizárólag a jármű fizikai állapotára vonatkozik, nem pedig a vállalat által beépített biztonsági előírásokra vagy a műszerekre. Na és akkor most figyeljetek! 2022-ben a Titan utazó újságíró David Pogue írásaiban már megemlítette, hogy az expedíciója során az anyahajónak kb. 4-5 órának semmilyen információ nem volt a Titan pontos helyéről. Az üzenetváltás a tengeratjáró és az anyahajó között még élt, de hogy a tenger mélyén igazából merre jártak, arról senkinek semmi fogalma nem volt. David természetesen nagyon félt, és már olyan gondolatai keringtek a fejében, hogy ez lesz élete utolsó expedíciója. Most még egy kicsit beszéljünk arról, hogyan született meg, hogyan építették meg a Titant. Az Ocean's Gate 2012-ben egy antipódszerű tengeralattjárót vásárolt, ami tulajdonképpen különböző tesztelési fázisokra kellett csak. Ezután megépítették a Cyclops One-t, amely a Washingtoni Egyetem fizikai laborjával közös együttműködésben készült, és ez egy mélyebb tengeri jármű volt, amely elérte az 500 méteres mélységet. Innen az út még nagyon messze van a Titanichoz, azonban megalapozta a projekt következő fázisait. A tengeralattjáró szerkezetét karbonszálakkal vonták be, és belőle olyan különleges székeket helyeztek, hogy biztosítsa az utasok számára a folyamatos függőleges testtartást. A székek kialakításában pedig kisegítkezett, hát a Boeing.
Állítólag ezután az Ocean's Gate, a Boeing és a Washingtoni Egyetem összefogott, hogy lépésről lépésre kidolgozzanak egy tervet, aminek a végső szüleménye lett a Titan, ami már 4000 méteres mélységig minősített volt. Erről a hármaszé szinergiájáról még egy kicsit később beszélni fogunk. Az egyik kulcsfontosságú tanulság a Titanról az, hogy ezt a tengeratjárót szénszálak és titánium anyagok ötvözetéből készült, aminek a meghibásodása nem a ritkaság, illetve az erőssége, tűrőképessége és hagynémi kívánnivalót maga után. Ezt különböző mérnöki adatok támasztják alá, és a rengeteg adat feljegyzés van arról, hogy minden egyes bevetés előtt mit kell ellenőrizni, milyen módszerekkel kell a strapabírásokat tesztelni. További érdekesség, hogy az Ocean's Gate 2011. januárjában szerződést kötött a Spencer Composites nevezeti céggel egy szénkompozit engerre. Ez ugyanaz a cég volt, amely tervezte és építette a nyomásállapot burkolatot a Deep Flight Challenger nevű egyszemélyes mélyrepülőz Steve Fassett számára. Fassett halála után a Deep Flight Challengert Richard Branson cége, a Virgin Oceania vásárolta meg. A cégnek nagy tervei voltak a hajóval, ugyanis 5 mérlés szeretett volna végrehajtani az óceán legmélyebb pontjaira. Azonban ezt a tervet nem igazán támogatták, mivel a Deep Flight Challenger-t csak egyszeri, biztonságos merülésre tervezték. Egy közleményben azt mondták, hogy a probléma az, hogy a tengeratjáró ereje, vagy más néven az állóképessége minden egyes merülés után csökken, és utána már nem nyújt teljes biztonságot a szerkezet. A legerősebb, a legellenállóbb az első merülés során volt a gép. Így fogalmazott Adam Wright, a cég elnöke is. A Titan eltűnése után a Washingtoni Egyetem egyből kijelentette, hogy a mérnök labori részlege semmilyen kapcsolatban nem állt az Ocean's Gate-tel. Rá nem sokkal később a Boeing szóvivője is elmondta, hogy a cég nem volt partneri viszonyban a Titan megépítésében. Milyen érdekes ez, nem? Egy NASA szóvivő szerint viszont a NASA Marshall Space Flight Centerének volt egy Space Act megállapodása az Ocean's Gate-tel. Ugyanakkor nem végezte különböző teszteléseket, gyártás meg főleg nem a NASA berendezéseivel. Tehát ezek a partnerségek, amelyekkel rendelkeztek, valójában nem igazi partnerségek voltak. Ez a tipikus példája a mutizásnak, hogy a cég próbál valamilyen hitelességet vagy valami tanúsítvány szerezni azzal, hogy valamiféle partnerséget köt valamilyen nagyobb céggel, mint most a NASA-val. De hogy a NASA-val pontosan mit dolgoztak együtt, az nem világos. Lehet, hogy egyszerűen csak annyi volt a kettőjüknek a megállapodása, hogy az Ocean's Gate kért egy kis helyet a NASA egyik épületének az egyik sarkában, és ott mókoltak valamit. David Luckridge, az Ocean's Gate tengeri műveletek igazgatója 2018. januárjában benyújtott egy minőségellenőrzési jelentést, amelyben kifejtette, hogy nem végeztek semmilyen nem romboló vizsgálatot a szénkompozit henger burkolatában annak érdekében, hogy ellenőrizzék a szénkompozit rétegződésében lévő üregeket vagy leválásokat, amelyek veszélyeztethetik az egész szerkezet erősségét. A nem romboló vizsgálat, angolul NDT, vagyis Non-Destructive Testing, egy olyan eljárás, olyan vizsgálati módszer, amely lehetővé teszi egy anyag vagy szerkezet vizsgálatát anélkül, hogy azt megsemmisítenénk vagy tartósan károsítanánk. Az ilyen technikák segítségével meg lehet állapítani egy anyag vagy szerkezet integritását, hibáit, repedéseit vagy egyéb rendellenességeket anélkül, hogy azokat szétszednénk vagy kárt okoznánk bennük. Ennek a tesztelési eljárásnak Amerikában elég nagy figyelmet szentelnek és elég komolyan is veszik. A szénkompozit világában ez az eljárás azonban nehézkes, ugyanis a szénkompozit nem hajlik, nem nyúlik, és nem alakulnak ki benne horpadások és repedések úgy, mint más anyagokban. Luckridge-nek azt mondták, hogy az Ocean's Gate a Titan esetében a valós idejű akusztikus monitoring rendszerre támaszkodna. Luckridge-nek az volt a véleménye, hogy ez a megoldás nem jó, mert ha valamilyen probléma adódik a misszió során, akkor nincs elég idő arra, hogy időben leállítsák az expedíciót és biztonságosan felhozzák az utasokat. Luckridge kijelentése után nem sokkal később behívták egy értekezletre. Ezen a tárgyaláson egyébként további aggodalmakat vetett fel, amik közül az egyik legjelentősebb az ablak minősítése volt. Az ügyvezetők tisztában voltak vele, hogy az akril ablak, amilyen keresztül kinéznek az utasok, csak 1300 méteri volt minősített, mert az Ocean's Gate nem finanszírozta a 4000 méteri validált ablak beszerzését. Luckridge ezután kijelentette, hogy nem engedélyezi az éles tesztelést egy teljes átvizsgálás nélkül. A folyamatos ellenállásoknak köszönhetően a mérnök elvesztette a pozícióját a cégnél, vagyis kirúgták. Az Ocean's Gate ráadásul még perre is vitte a dolgot, és azzal vádolta a volt dolgozót, hogy üzleti titkokat szivárogtat ki folyamatosan, és hogy ez az üzletnek mekkora kárt jelent.
A valódi igazságot igaz nagy valószínűséggel sose fogjuk megtudni, vagy csak évtizedek múlva, ugyanis biztos vagyok benne, hogy titkosítottak minden feljegyzést és iratot az üggyel kapcsolatban. Egy kicsit menjünk vissza az időben. 2018. december 10-én Stockton Rush lemerült a tengerben a Titan fedélzetén. A merülés nem volt zökkenőmentes, ugyanis a leereszkedés során interferencia lépett fel a kommunikációs eszközökben, aminek a hatására a tengeralattjáró elvesztette a kapcsolatot az anyahajóval több mint egy órára. Rush ugyanakkor az expedíció sikernek könyvelt el, ugyanis ezzel a merüléssel ő lett a második ember a Földön, aki több mint 13 ezer láb mélységig merült le James Cameron után. A kérdés itt is adja magát, hogy miért nem erőltették a problémák alapos kivizsgálását, vagy hogy mi okozza a kommunikáció megszakadását, mert mint tudjuk, 2022-ben is hasonló dolgok történtek, amiről az előbb már beszéltünk. 2020. januárjában a Titan burkolatán jelentkezni kezdtek az ötvözet fáradékonyságainak az első jelei, tehát az ellenálló képesség kezdett veszíteni az erejéből. A szerkezete pedig leminősítették 3000 méter mélységig. De, mint tudjuk, a Titanic ugye 3800 méter mélyen lap. Burkolatot állítólag megjavították, kijavították a hibákat, és újra megkapta a 4000 méteres minősítését. De hogy ezeket a javításokat ki felügyelte, és ki validálta újra, nagy valószínűséggel sose fogjuk megtudni. Na meg persze, hogy ténylegesen, rendesen kijavították. Ez a videó, és a tragédia is úgy gondolom, hogy példaértékű, ugyanis egy újfajta turizmus küszöbén járunk, ami jelenleg csak a nagyon gazdag embereknek elérhető, horribilis árakon. Kezdetben a repülés is ilyen volt az égen, azonban már viszonylag poton pénzekké tudunk különböző légitársaságú gépeken utazni szerte a világban. Ezekre a gépekre és a technológiákra nagyon szigorú szabályozások, protokollok és biztonsági intézkedések vannak. Nem hiába mondják, hogy a repülés az egyik legbiztonságosabb utazási forma, és sokkal több ember hal meg autóbalesetben, mint a repülőgép katasztrófában. A nemzetközi vizeken teljesen más törvények uralkodnak, ugyanis ott nincsenek különböző szabályozási szervezetek, akiknek minden szempontból meg kell felelni. Igazából azt is lehetne mondani, hogy a nyílt vizeken laza szabályok uralkodnak, ugyanis ott a víz az úr, ami mindennél erősebb, és ha baj van, akkor nem sok mindent tudunk tenni. Most sem történt ez tulajdonképpen másképpen. Ha figyelembe vesszük az eddig elhangzottakat, rájövünk, hogy a hajón lévő emberek igazából nem szenvedtek, hanem azonnal meghaltak, valószínűleg fel sem fogták a pillanatot. Ezt arról lehet alapozni, amit a videó elején beszéltünk, hogy ilyen mélységben mekkora súlyt érezne magán az ember, tehát gyakorlatilag egyből összezúzná az emberi testet a mélység. Elég nagy valószínűséggel az történt, hogy a cég építette egy hajót, ami önmagában lenyűgöző volt. A szénszál és a titánium kombó kialakításával ez a hajó úgymond egy új mérföldkőnek számíthatott. Ezt a henger alakú szerkezetet megspékelték egy egzotikus akril ablakkal, amin keresztül láthatják a Titanicot. De a probléma az, hogy minden eszköznek, minden hajónak, minden mérnöki berendezésnek van egy működési élettartama. A mérnökök úgy határozzák meg a működési élettartamot, hogy tesztelik az eszközöket és megállapítják, hogy hány ciklusig bírja, mielőtt elkezdődnének a problémák. Majd ezután meghatározzák az időtartamot, plusz egy határértéket is hozzárendelnek. Na de vajon a Titannek mennyi lehetett az üzemeltetési időtartama? Sikerült kideríteni, hogy nem végezte nem romboló teszteket, vagy nem romboló vizsgálatokat, hogy lássák, mi történik a szénszálakkal. A szénszálak elképesztően erősek és egy lenyűgöző mérnöki anyag, de ugyanakkor egy kevésbé kutatott terület is. 100 éves tapasztalatunk és történelmünk van a nagy szilárdságú acélról, alumíniumról és más anyagokról, de ez egy teljesen új terület, ami még kutatásra szorul. Én úgy gondolom, hogy az utolsó merülésnél már a hajónak valamilyen hajlítási vagy deformációs gondja vagy gondjai voltak, vagy valami más történhetett vele a korábbi merülések alkalmával. Gondoljunk csak bele. Sikeresen lementek és visszajöttek vele háromszor, de a negyedik alkalommal már nem bírta ki a szerkezet ezt a fajta terhelést és egyszerűen összeroppant a hajó. Őszintén szólva nem hiszem, hogy egy olyan hajónak, ami több alkalommal volt több ezer láb mélységben, hogy annak további merüléseket kellene végeznie. Na meg főleg turistákkal a fedélzeten. Nagy valószínűséggel ebből az utolsó utazásból befolyó összegből akarták a meglévő károkat helyreállítani, de sajnos rosszul mérték fel a helyzetet, mert azt gondolták, hogy ezt a negyedik merülés még simán kibírja a szerkezet. Csak hát nem így alakultak a dolgok. A fizetős ügyfelek se voltak tisztában azzal, hogy a tengeralattjáró milyen állapotban van, így nem tudták felmérni a kockázat nagyságát sem. Történtek után pedig komolyan el kell gondolkodni, hogy a turizmusnak ez a formája, már ha ezt lehet egyáltalán annak nevezni,
nagyon szigorú szabályozásra szorul, és idővel talán eljutunk arra a szintre is, hogy valaki egy szép napon kész megoldásra áll elő technológiai szinten is, amivel a kockázatok a minimálisra csökkenthetőek. Na, és akkor így a végén felteszem a nagy kérdést. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Kommentben írjátok meg a válaszokat. Ha pedig tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára is. Sziasztok!